Vállalkozz zuglóban. Ezzel az elnevezéssel indított mozgalmat a FIVOSZ, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége. A cél az, hogy minél több fiatal kötődjön zuglóhoz, vállalkozása révén is, s a sikeres vállalkozó gazdagítsa a zuglói közösség életét is. Ezt a célt szeretnénk támogatni azzal, hogy bemutatjuk azokat a már sikereket elért fiatal embereket, vállalkozókat, akik a FIVOSZ-hoz is, ehhez a mozgalomhoz is kötődnek. Mai vendégünk Békési Brigitta, aki maga is vállalkozóként, a FIVOSZ sportbizottságának elnökeként arról írt korábban cikket, és ebben szerzett tapasztalatot, hogy mi a közös a sportolókban, a sikeres sportolókban és a sikeres vállalkozókban. Nos, mi a közös? Üdvözlöm Önöket először, és az ember nem is gondolná egyébként, hogy mennyi közös van. És pont, ugye nekem is van vállalkozásom, így kapcsolódtam a FIVOSZ-hoz, és az én vállalkozásom ez egy sportvállalkozás, létrehoztam egy saját edzésmódszert, aminek az a neve, hogy Beautyrobic, és én ugye így rengeteg sportolóval vagyok kapcsolatban, és mivel 16 éves korom óta gyakorlatilag, amióta az eszemet tudom, hogy én vállalkozni akarok, közgazdaságtant végeztem, ezért mondhatom, hogy a vállalkozói világba is eléggé belelátok. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy nem hiába ugye van egy csomó amerikai ilyen motivációs videó, ahol ugye mindig a sportolókat, tehát az én üzleti motivációs videókban nagyon sokszor sikeres sportolókat mutatnak be. És ugye ez nem véletlen, rengeteg közös tulajdonság van. Elmondok egy párat, hogy mi is a közös. Tehát először is ugye nagyon fontos a kudarc tűrés. Ezt nagyon sokan nem gondolnák, de... ahhoz, hogy egy vállalkozó sikeres legyen, ugye mindig csak a csúcson látjuk a vállalkozókat. Soha nem látjuk azt, hogy előtte hányszor buktak el. Olvastam valahol egy ilyen tanulmányt, hogy a világ legsikeresebb vállalkozói, tehát most nem Magyarországról beszélünk, hanem az egész világról, a legsikeresebb vállalkozók átlagosan több mint 20-szor buktak el teljesen, és építették újra a vállalkozásukat. Csak ugye az a baj, hogy az emberek ezt nem kommunikálják rá, de az iskola rendszerben is az van, hogy ugye, hogyha az ember megbukik, egyest kap, az rossz, azt mindig negatívval társítjuk, és ez azért baj, mert nagyon sokszor az emberek ugye nem is akarnak próbálkozni, hiszen ugye nem akarnak elbukni. De az az, amit meg kell érteni, hogy a bukás az a sikernek a része. Tehát a hozzátartozója, valaki sikeres akar lenni, akkor számíts arra, hogy el fog bukni, sőt, ezt meg kell tanulni. És ugye ez a sportban kiválóan előjön, hiszen ugye a sportban mindenki, aki olimpikon, aki nagy eredményeket ért el, hány és hány verseny, csapatjáték van, ahol ugye elbukott, ahol nem sikerült ezt az eredményt hoznia. Úgyhogy ez az első, szerintem egyik legfontosabb dolog, hogy tanuljunk meg elbukni, tanulni belőle, és újraépítkezni. A másik az, hogy ugye minden sikeres sportolónak mindig van egy jó edzője. Nagyon fontos, hogy ugye edzővel dolgoznak együtt, aki ugye megmutatja neki, hogy mit, hogyan kell csinálnia, hogy elérjen eredményeket. Ugye nagyon sok múlik az edzőkön, ezt lehet látni, ugye a különböző sportbajnokságokon lecserélik az edzőt, és az a csapat, aki eddig mondjuk nem ért eredményeket, ugyanazokkal a tagokkal egyszer csak elkezd hihetetlen eredményeket elérni. Vállalkozóknál ugyanez van. Rengeteg tanulmány van arról, hogy kell egy jó mentor, kell valaki, aki megmutatja. Nem azt mondom, hogy mentor nélkül nem lehet az ember sikeres, de több tanulmány bizonyítja, hogy mentorra sokkal hamarabb és sokkal hatékonyabban jön a siker, hiszen ugye az ember más élettapasztalatát fel tudja használni, és így tud sikeresen. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy kell egy jó edző, egy jó mentor. A harmadik a csapatjátékban való képesség. Ez megint csak nagyon fontos dolog. Ugye egy csapatnál nem az a lényeg, hogy mindenki ugyanazokkal a kompetenciákkal bírjon, hanem a különböző erősségű, kompetenciájú játékosoknak egy olyan egyvelege jöjjön létre, ami mint csapat iszonyat messzire el tud menni. Szerintem nagyon jó példa volt erre az idejében a foci válogatott teljesítménye, ahol ugye láthattuk, hogy gyakorlatilag olyan világhírű focistákat tudtak legyőzni azzal, hogy a csapat kiválóan volt összeválogatva, és nagyon jól együtt tudtak működni, hogy ez ugye mindenki számára meglepő. Ezt nem kell mondanom. Ugyanez az igaz a vállalkozókra is. Egy vállalkozónak meg kell
tudni, meg kell tanulni azt, hogy hogyan kell egy jó csapatot összeállítani, és a jó csapat az nem abból áll, hogy három nagyon erős szélszest odavenni, hanem megfelelő kompetenciájú embereket, olyanok, akik kiegészítik egymás tulajdonságaikat, olyanokból kell összeállítani egy erős csapatot, és akkor nagyon messzire mehet a maga a vállalkozás. Akkor még van egy csomó minden. Például a fókusz. Nagyon fontos, hogy fókuszálni kell. Ugye ez az olimpiánál, vagy nem is csak az olimpiát, bármilyen meccsnél mondhatnám, ugye ott a világ legjobbjai jönnek össze. Ott tized, század, ezred másodpercek számítanak, és egy tized másodperc alatt tud az ember a dobogóról leesni arra, hogy gyakorlatilag még csak eredményt se ér el. És ugye egy tized másodperc az azt jelenti, hogy valaki egy pillanatra kimegy a fókuszból, és veszít egy-két másodpercet. Ez ugye náluk ennek súlyos ára van. A fókusz, hogyha valaki olvasott már üzleti könyveket, akkor azt tudja, hogy az, hogy az ember fókuszáljon, és hogyha van egy feladat, arra tudjon fókuszálni, az elengedhetetlen. Úgyhogy ez a vállalkozóknál bárki, aki volt bármilyen továbbképzése, azt tudja, hogy fókuszálni kell tudni. És ugye nagyon fontos, hogy bármit is csinál az ember, akármennyire is van egy jó edzője, jó csapata, felkészült, tanult, kudarcot képes volt átélni, de hogyha nem tesz bele megfelelő mennyiségű munkát, akkor is, hogyha esik, ha fúj, akkor nem fog elérni sikereket. Ugye ez nagyon nehéz, hiszen lemondásokkal jár. Egy sportolónál akkor is, amikor fáj a feje, akkor is edzés van, akkor is, amikor épp szerelmi bánata van, akkor is el kell menni edzeni. Vagy mondhatnám azt, hogy ugye rengeteg sportban számít az, hogy mit esznek. És ugye mindenkinek van karácsony, hogyha utána éppen verseny van, akkor senkit nem érdekel, hogy karácsony van, nézheti, hogy a család többi tagja eszi a finomabbnál finomabb sütiket, szaloncukrokat, ételeket, ő pedig ugye tartania kell, tűrtőztetnie magát. De ugyanez igaz a vállalkozókra is, lemondásokkal jár. Ez azt jelenti, hogy ugye amíg mások szórakoznak, buliznak, egy vállalkozó esetleg a vasárnap egész napját azzal tölti, hogy képzi magát, továbbképzésekre jár. Viszont a sikert azt csak így lehet elérni. Ha jól tudom, akkor ön is vállalkozást vezet, épít fel nyilván azzal a céllal, hogy egyre nagyobbá váljon. Az ön személyes vállalkozás építésében hogyan jelentkeztek ezek a követelmények, vagy ezek a tanulságok? Hát, úgyhogy mindegyiket átéltem. Úgyhogy kudarcokkal kezdve? Hát a kudarc volt az első, amit átéltem. Ugye mondtam, hogy 16 éves korom óta én tudtam, hogy vállalkozó akarok lenni. Elolvastam a Kiyosakinak a Gazdagpapa, Szegénypapa, és akkor rögtön tudtam, hogy na, ez alapján ugye az a könyv arról szól, hogy mi a különbség az alkalmazott és a vállalkozó között, és én rögtön rájöttem, hogy én nem akarok alkalmazott lenni, vállalkozó akarok lenni. Ugye elmentem főiskolára, üzleti főiskolára, közgazdaságtan tanulni, elkezdtem dolgozni, hiszen ugye először tapasztalatot kell szerezni, ezt mindenki mondta, és aztán 25 évesen azt gondoltam, hogy na most már itt az ideje, kezdjünk egy vállalkozásba. És akkor ugye, mint minden fiatal lány, én is alakformáló szalont akartam, első vállalkozás, 2,5 hónap alatt vittük teljesen csődbe, ami egyébként egy nagyon nagy tanulópénz volt, viszont azért ott átélni, ez szörnyű volt. Volt egy viszonylag jó munkahelyem, és ott egyébként nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem. Egy viszonylag jó, jól fizető munkahelyem voltam, és ugye reggeltől estig dolgoztam a munkahelyen, hiszen ugye egy vállalkozást én mindenkit óva intek arra, hogy úgy kezdjen, hogy mindent felad, mert kockázatos, és az elején egy vállalkozásba inkább pénzt kell tenni, mint hogy ki tudjon az ember venni. Úgyhogy nem érdemes. Hát ugye én akkor a kettőt mondtam, hogy majd egymás mellett elkezdem. Reggeltől estig ugye dolgoztam a munkahelyen, és utána mentem át a vállalkozásomra. Volt már, amikor annyira fáradt voltam, hogy nem tudom, hogy tudja, milyen az az érzés, amikor az ember már így tényleg olyan, mint hogy egy álomban lenne. De arra gondoltam közben, hogy azok az emberek, akik sikeresek, azok most ugye többet kell, hogy beletegyenek, hogy aztán később olyan életet élhessenek, amit más nem teheti meg. Csak ugye ez akkor nagyon jó hangzik, hogyha közben mellette jönne a siker, de amikor az ember a teljes fizetését teszi bele, és nem látja, hogy valami eredménye lenne, akkor azért így fáradtnak lenni, az egy szörnyű érzés. És akkor persze ilyenkor jöttek a családtagok, az ismerősök, hogy nem való ez, hagyjuk, igen, inkább látod, hogy nem megy, igen, miért csinálod, van egy jó munkahelyed, miért nem csinálod azt, de én tudtam, hogy én semmiből nem fogok, ugye ez is egy tulajdonság, ha én valamiből kiszállok, az nem azért lesz, mert csődöt mondtam, hanem azért lesz, mert mondjuk én úgy döntök, hogy már nekem valamiért az nem ad pluszt, és
Hát nyilván csődbe ment a vállalkozás, viszont nem akartam feladni. Mondtam, hogy így biztos nem fogjuk abbahagyni, úgyhogy átgondoltam, hogy mi az, amit hibát ejtettem. Ugye ez volt, túl nagy helyet béreltünk, nem volt annyira kapcsolatrendszerünk, nem volt akkor a helyhez tőkénk, és kijavítottuk a hibát. Átvettük egy kisebb helyre, elkezdtünk ismerkedni emberekkel, egyébként a Fivolszba is így léptünk be, hogy ugye rájöttünk, hogy kell kapcsolatépítés hasonló vállalkozók, hiszen ugye úgy jó kapcsolatrendszert lehet építeni, és bejött. Tehát a másik az nagyon sikeres lett, és amikor azt bezártam, mert most már nincs alakformán szavam, mert ugye azóta egyik vállalkozás hozta a másikat, azt nem azért zártuk be, mert hogy csődbe ment volna, vagy mert hogy nem, hanem azért, mert már a többi vállalkozás annyit hozott, hogy nem érte meg az energiát arra fektetni, és egészen más valamire így azt mondani, hogy na jó, ezt már nem éri meg, mint ugye úgy, hogy az ember csődöt Mennyi van. Idő telt el, amíg az első olyan sikereket elérte, ami megnyugtatta, hogy jó úton jár? Másfél év. Másfél év. Másfél év után nagyon. Nagyon. Azt mondom, hogy az, hát ugye utána én fel is mondtam a munkahelyemen, és azért mondtam fel a munkahelyemen is, mert azt mondtam, hogy már nem éri meg munkahelyen dolgozni, és ezt az érzést én mindenkinek ajánlom, hogy ezt egyszer élj át, hogy milyen ez. De hát ugye ez nyilván rengeteg, rengeteg munkával és lemondással járt. Épp a múltkor mondta az egyik ismerősöm nekem, hogy te hihetetlen vagy, Brigitta, te állandóan tanulsz valamit, és mondtam, hogy hát csak így lehet fejlődni, ugye az ember, mindig ezt tanítom, ugye nekem franchise partnereim vannak, hiszen az edzésem az franchise-ban működik, és nagyon fontosnak tartom az ő képzésüket is, hiszen ugye az embernek mindig tanulnia kell. És mindig szoktam nekik mondani, hogy az emberek, amikor döntést hoznak, amikor valamiről megkérdezed és döntened kell, mindenki mindig a lehető legjobb döntést hozza, ugye? Senki nem úgy hoz döntést, hogy hát tudom, hogy a másikkal jobban járnék, de én azért ezt a döntést hozom, mert mindig ugye a legjobb döntést hozzuk, és ugye az egész életünk a döntéseinknek az eredménye lesz. És ugye nyilván, hogyha valakinek az életével nem elégedett, az azt jelenti, hogy a döntései nem voltak megfelelők. Ugye ez nem azért van, mert ő magával rosszat akart, hanem azért, mert az a tudás, ami benne volt, az alapján rosszul ítélte meg, hogy mi lenne a helyes döntés. És ezért kell tanulni. Mert az ember ugye, hogyha tanul, fejlődik. Azzal a tudás szint, amivel jelenleg rendelkezünk, azzal ugye azokat a döntéseket hozzuk, ami jelenleg van. Ha mi más döntéseket szeretnénk, mert más eredményt szeretnénk, hogy kijöjjön belőle, akkor fontos, hogy picikét kívül menjünk a boxból, szélesebb látókörünk legyen, ami ugye tudással és tapasztalattal érhető el. És egyébként itt nagyon fontos, hogy élni kell mindig az adott lehetőségeket. Tehát az ember azért izgalmas a vállalkozás, mert soha nem tudhatja, hogy miből lesz egy lehetőség. Az ember úgy gondolja, hogy most van egy mondjuk Fivosz szervezet, de nincs időm elmenni, mert dolgoznom kell. De soha nem tudhatjuk, hogy nem ott találkozunk egy olyan üzleti partnerrel, aki később olyan lehetőséget ad nekünk, ami az egész vállalkozásunkat fellendíti. Vagy ugyanígy egy buli, egy parti, valami, ahol azt gondoljuk, vagy egy továbbképzés. Hogy nagyon sokszor hallom azt, hogy nem megyek erre a továbbképzésre, mert biztos olyan, mint a többi. De lehet, hogy csak egyetlen egy tanácsot fog mondani, de az az egy tanács merőben meg fogja változtatni az egész vállalkozásunkat. Úgyhogy én ezeket mindig mindenkinek azt mondom, éljen a lehetőséggel, és menjen el. Vagy például ugyanígy egy tévéinterjú, amikor meghívják az embert. Soha nem tudhatjuk, hogy ki nézi a tévét, és lesz egy ember, aki ott fogja felfedezni, hogy na, ez a vállalkozás jó, ez nekem kell, üzleti kapcsolatba lép vele, és ezzel változik meg a teljes vállalkozás. Reméljük, hogy így lesz, sőt, reméljük, hogy a nézőink közül többen esetleg pont ennek a hatására kezdenek el majd olyan vállalkozásba, ami komoly sikerekhez juttatja őket. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen, köszönöm a meghívást!